Köszöntöm a kedves nézőket, önök a Weekendet látják itt a Kölcsei Televízióban. Vendégünk Madarasi György festőművész. Hát tulajdonképpen egy dupla ünnep apropóján hívtuk ide a stúdióba, hiszen egy nagyszerű kiállítása nyílt az elmúlt 2-3 év legszebb vagy legkülönlegesebb alkotásaiból, és hát egy kerek, nagyon szép születésnapot is ünnepel ez a 70. születésnap. Ugye férfiak esetében nyugodtan kimondhatjuk, meg hát azt is mondhatjuk, hogy gyakorlatilag 50-től többnek nem nagyon nézel ki. Úgyhogy... Kedves tőle. Hát én abban hiszek, hogy a művészet, a zene, vagy akár a festészet, hát az a fajta művészet, amit tényleg szívvel végez az ember, az azt látom, az azt művelőkön, hogy konzerválja őket, és nincs idejük megöregedni. Tehát valahogy, hogy a lelkük az megjelenik az arcokon is. Talán Coco Chanel mondta, vagy nem tudom melyik híresség, hogy ugye egy nő arca olyan, amilyet megérdemel, de azt gondolom, hogy művészekre is valahogy át lehetne ezt a dolgot plántálni. Hát Isten éltessen, és adjon neked erőt, kreativitást és hitet ahhoz, hogy a következő 30 évben még különlegesebb alkotásokat fess. Akkor pont 100 lennék ezek szerint. Így legyen. Számoltad, hogy hány festmény született meg a kezeid között, vagy ez egyszerűen követhetetlen? Nem, és nekem ez egy... Tehát vannak művészek, akik nagyon pedánsan jegyzik minden munkájukat, katalogizálják saját maguk. Én ezt soha életemben nem tudtam csinálni, nekem az egyéniségem nem ilyen. Tehát én leülök, festek, amennyi belém fér, tehát nekem az az első, mert én művész vagyok, és mindent, amit csinálok, azt a művészet mellett csinálok. Ahhoz nekem nincs türelmem, hogy én a munkáimnak az útját kövessem, pedig jó lenne tudni, hogy bizonyos esetekben bizonyos képek hol vannak, hogy kerültek oda. Igen, hát az is egy különös kiállítás lenne, fotókat készíteni az alkotásaidról, abban a millióban, ahol az van, azokkal az emberekkel, és el tudom képzelni, hogy lehetne egy olyan, tehát le lehetne valami Google táblázatba vezetni, hogy jó helyre kerülnek a képek, tehát hogy hasonló a hasonlót vonz. Én biztos vagyok benne, hogy azok, amik bizonyos helyekre kerültek, tehát állami intézményektől kezdve, múzeumoktól kezdve, intézményeken keresztül, ez Romániában is, és Magyarországon is, azok jó helyen vannak. A legjobb helyen azok a művek vannak, amik magánszemélyekhez kerültek, mert én mindig nyíltan felvállaltam azt a dolgot, sok más művésszel ellentétben. A művésznek az a dolga, hogy alkosson, és az, amit ő alkot, az valahová el kell jusson, mert akkor hat, hogyha ha látják. Tehát ha ott marad a műteremben, akkor az nem válik közkincsé, hogy úgy mondjam, tehát ezért kellenek a kiállítások. A nagybányaiságom, hogy én Nagybányán nőttem fel, abban az időben én még olyan művészekkel találkoztam, akik még az első generációs nagybányaiakat is ismerték. Tehát az a művész generáció, vagy az a művész világ, az a maihoz képest egészen más. Tehát ott a művészet az úgy zajlott, úgy történt, hogy a művészek kimentek az utcára, hát ez mindenki tudja, hogy minden utca sarkon festett egy művész. Uh-huh. Na most egy gyerek, amikor 5-6 éves, 7 éves kiskölyök, és ott látja, és mondják azt, hogy ez az a híres Mikola bácsi, vagy ez Nagy Oszkár, vagy valaki, akik ma nagy nevek a magyar képzőművészeti világban, életben, akkor ez egy kölyökre fantasztikusan nagy hatással van. De ez meghatározta az én gondolkodásomat is a következő évtizedekre. Tehát az, hogy olyan művészekkel találkoztam, amilyen művészekkel ma már nem lehet találkozni. Ez különleges dolog, mert az ember azt gondolná, hogy ha ennyire testközelbe kerülnek a nagyok, akkor elvész a misztikum, tehát hogy természetessé válik. Nem, nem. Ezeknek a művészeknek olyan fantasztikus tisztelete volt a városban. Tehát amikor egy Mikola kiült a Klastonrétre dolgozni, festeni, és a város lakói körbeállták, és nézték, hogy Mikola mester hogy fest.
És hogyha valaki megszólalt, akkor ő hátra nézett, nem lehetett ott hangoskodni. És amikor befejezte a munkáját, majdnem mindig ezeket a képeket, amiket ott festett, akárhol festett, kint a szabadban, ezeket még ott a helyszínen megvásárolták. Ezek a végigmentek a városon, ezek a művészek, és akkor mindenki román, magyar, jó napot kívánok, bună ziua, mert a művészt tisztelték benne. A mai művészek általában, ezt amit akartam mondani evel kapcsolatban, a mai művészek azok már nem úgy élik az életüket, hogy, hogy ő a művész. A művészek, azt akartam kérdezni, hol veszett el? Ez ott veszett el, hogy a művész ma már nem művész, hanem ma más valamivel foglalkozik, abból él meg, és a művészete az a második rangú tevékenysége. Illetve az a lelkének az életben tartására. De azt én nem tudom, hogy tartja életben, vagy nem tartja életben, az nagyon szépen hangzik, és az tény és való, hogy az alkotás, és mondják azt, hogy művészek Picasso, meg Michelangelo, még sok más Tizian, ilyen hosszú életű művészeket emlegettek mindig ilyenkor, de vannak nagyon rövid életű művészek is. Én csináltam egy átlag számítást, 67,5 vagy 6, tehát 67,5 év jött ki, hogy a művészeknek az átlag életkora, kezdve a kora reneszánsztól egész máig, ez körülbelül ennyi. De lehet, hogy ez gyakorlatilag az átlagemberrel azonos. Igen, de ebben benne van a reneszánsz és az 1400-as, 1500-as, 1600-as évek, tehát amikor az átlag életkor nagyon alacsony volt. A művészet az tényleg, amit kérdeszél, vagy amit mondtál, a művészettel való foglalatoskodás, az egy kicsit a szellemi frissességet, az alkotó kedvet, az energiákat, ezeket életben tartja, és akkor több mint valószínű, hogy ez visszahat a szervezetre is, és ezért hosszú életű a művész. Most a nézők miközben, ugye itt erről beszélgettünk, a Városi Galériában a legfrissebb kiállításodból láttak egy pár gyönyörű alkotást. Valahol azért ez is egyfajta katalogizálás, amikor ugye egy kiállításon meg kell mutatni a dolgokat. Ilyenkor mi alapján válogatsz? Egy hangulat megy végig egy kiállításon, a szívednek legkedvesebb képeket válogatod? Ez a mostani kiállítás, ez egy különleges dolog a válogatás tekintetében is, azért, mert egy születésnapi kiállítást akartam csinálni, két helyszínen akartam csinálni, tehát a szülővárosomban, Nagybányán és Nyíregyházán, és valahol be akartam mutatni 70 darab képet. Egyszer az ember 70 éves az életben, és akkor csináljak egy kiállítást 70 darab munkából. Most már megígértem máshol is, most itt is megígérem a nyilvánosság előtt, hogy nem azért, hogy ijedjenek meg az emberek, hogyha 80 éves koromban megérem azt, hogy 80 évesen csinálok egy kiállítást, akkor tuti 80 képet fogok kiállítani. Na most ez, mivel hogy egy ilyen kiállítást akartam csinálni, hogy egy születésnapi kiállítás legyen, és Nagybányára gondoltam, és Nyíregyházára is, hogy ajándékot ad az ember, tehát én ajándékozom a kiállítást látogató közönségnek az alkotásaimat, és hogy az egyik legkedvesebb ajándék a virág. Tehát és akkor legyenek virágképek, sok virágkép legyen ebben a kiállításban. Nagybányán a Kis Galériában ezt így is ajánlottam a közönségnek, hogy ez részemről egy csokor virág, születésnapom alkalmával a szülővárosomnak. Hát ezt szerettem volna Nyíregyházán is, hogy ez a 70 darab munka, itt hely, szín is adva volt arra, Városi Galéria Pál Gyula terem, hogy a 70 darab munkát ki tudjam állítani, pontosan 70 darab munka fért be, és egy olyan válogatás volt, hogy az utóbbi 3 évnek az anyagából válogattam ezt a 70-et. Nagyon szépen köszönjük ezt a gyönyörű csokrot, és kívánjuk, hogy a 80-on újabb tematika szerint akár Nagybányán, akár Nyíregyházán is örüljön neki a közönség, és boldog születésnapot. Köszönjük, hogy eljöttél hozzá. Köszönöm szépen én is.
Reformáció öröksége a tirpákok körében, ez a címe annak a kötetnek, amelyet Szabó Sarolta szerkesztett, a Sostonyi Múzeum falu igazgatójaként ismerik, azt gondolom, hogy nagyon sokan a kedves nézők. Szia, kedves Saci! Ugye meg is lepődtem, hogy csak nem te írtál egy kötetet, tehát annyi munka volt ugye itt a Sostonyi Múzeum faluban az elmúlt időszakban, a programokról nagyon sokszor beszélgettünk, és mondtad, hogy nem te írtad, a te dolgod az volt, hogy gyakorlatilag ugye könyv formájában rendezd ezt a sok-sok előadást. Mi volt az apropója annak, hogy a tirpákságról ismét megjelent egy kötet? A reformáció 500. évfordulója alkalmából a Nyíregyházi Református Egyházközség pályázott erre egy programsorozatra, amelynek része volt ennek a kötetnek is az elkészítése, hiszen az elmúlt év októberében 5 előadás hangzott el a tirpáksághoz kapcsolódóan, és az volt a kérés, hogy ezeket az előadásokat egy kötetbe fűzve meg kell jelentetni, és tulajdonképpen a kötet gerincét ez az 5 előadás adja, amely tavaly októberben az evangélikus nagy templomban elhangzott, az evangélikus templomnak a napján, és a többi 4 kötet, mert összesen 9 tanulmány jelent meg ebben a kötetben, kettő az elmúlt évben, vagy az elmúlt előtti, tehát 2 évvel ezelőtt hangzott el, és 2 tanulmány pedig nem hangzott el, hanem direkt ennek a kötetnek a számára készült. Ugye azok az emberek, akik fontosnak tartják azt, hogy a gyökereiket is egy picit ápolgassák, és tényleg az identitásukkal tisztában legyenek, azért azt gondolom, hogyha nem is veszik meg, nem árt, hogyha tudnak róla, hogy hol tudnak utána nézni, ha esetleg bármikor az életben szükségük van arra, hogy egy kicsit kutakodjanak. Azért itt elsősorban inkább a diákokra gondolok. Sok-sok olyan óra vagy iskolai helyzet is lehet, amikor akár előadás formájában mondjuk ők maguk készülnek hasonló témákban. Milyen előadásokat dolgoztatok föl ebben a könyvben? Tehát kiknek a műveit vagy a tanulmányait? Ez a tanulmánykötet egy ilyen általános bevezetővel, vagy egy ilyen a tirpákok betelepítésének a történetét foglalja össze Kujbus Németcsei Éva, és aztán Bene János pedig a telepítő levelet veszi górcső alá, és ismerteti, hiszen Petrikovics János volt az, akivel Károlyi Ferenc szerződést kötött, hogy ide a elhagyott és művelés alatt nem álló birtok részeit megműveljék, és hát a 18. század közepén így költöztek ide Nyíregyházára az evangélikus vallású tirpákok elődei, akik szlovák anyanyelvűek voltak, és ezt a kapcsolatot mutatja be, és aztán utána egy másik illetve egy másik tanulmány a kézművesekkel, iparosokkal foglalkozik, hiszen a betelepülőkkel nagyon sok iparos is érkezett, és a többségük evangélikus vallású volt szintén. Aztán a tanyabokrokkal foglalkozik Pristyák Erikának az előadása, illetve itt a tanulmánya. Ő ezt a különleges település szerkezetet veszi vizsgálat alá, és a kialakulását hogyan jött létre, és igazából történetileg szinte napjainkig fölhozza, hogy ma milyen lehetőségek vannak ezeknek a tanyabokroknak a megőrzésére, vagy fiatalítására, esetleg funkcióváltás is következik be, mert hiszen ezek elsősorban ugye földműveléssel, állattartással foglalkoztak, és a lakosság cserével foglalkozik a 1947-48-ban történt ez Bánszki Hajnalkának a tanulmánya, ami nem annyira van benne ez a téma a köztudatban, talán manapság egyre többet beszélnek róla, hogy a bokortanyák lakosságának egy része kicserélődött 1947-48-ban, mert egy részük Szlovákiába települt
identitást, és hát itt is érdekes az identitás tudatnak a kérdése, uh-huh. és ő ezt is vizsgálja a tanulmányában ezzel kapcsolatosan, és aztán, hogy a felvidékről... Ez magyarnak vagy szlováknak vallották igen, magukat? Igen, hiszen ők szlováknak vallották magukat egyértelműen, és ezért ugye az akkori Csehszlovákiából jelentek meg toborzók, akik próbálták az itten, tehát a magyarországi szlovákokat visszacsábítani, ha szabad ezt a szót használni, Csehszlovákia, illetve Szlovákia területére, és nyilván megjelentek itt is, Nyíregyházán és Békés megyében is, és tehát az ország többi részén is voltak, akik ezt elfogadva, illetve a telepítőkkel együtt, tehát kitelepültek innen, visszamentek az óhazába, mondjuk így, és ott pedig a felvidéki magyarokat költöztették be az elhagyott tanyáikra, és hát ennek a története, én azt gondolom, hogy azért nincs még egészen feldolgozva, és hát ez a tanulmány egy lépéseket tett ebben a tekintetben. Egy másik tanulmány az pedig a szokásaikkal foglalkozik a térfákoknak, hiszen azért az életüket mindenféleképpen áthatotta az evangélikus hit, az evangélikus vallás, és nem csak akkor gyakorolták, amikor a templomba mentek, hanem a mindennapi életben is, és hát Bodnár Zsuzsanna ezeket az evangélikus hithez kapcsolódó népszokásokat gyűjtötte össze, elsősorban az emberi életfordulóihoz kapcsolódó szokásokat, hiszen nyilván egy előadás terjedelme az nem adhat egy átfogó, teljes szokás leírást, de ez a tanulmány a Tirpák népélet evangélikus vallási hagyományok címmel ezt a témát járta körül, és két tanulmány pedig az iskolával foglalkozik, az evangélikus iskolákkal, hiszen nagyon nagy figyelmet fordítottak arra, hogy iskoláik is legyenek, és nem csak bent a városban, hanem kint a bokortanyákon is, és az egyik tanulmány a tanítóképzéssel foglalkozik, Csoma József tanulmánya, egy eltűnt iskola, amely megkerült, és ez elsősorban, ez a talányos cím arról szól, hogy volt itt egy evangélikus tanítókat oktató intézet, ami aztán megszűnt és Eperjesre költözött, és a következő tanulmány pedig az, hogy hogyan jöttek létre a bokortanyákban vagy a tanyabokrokban az iskolák, és az utolsó tanulmány, Ijés Gáboré pedig arról szól, hogy ő szerbe számba veszi a reformáció emlékeit itt a városban, és a tanulmányának a második részében, második felében pedig kifejezetten az evangélikushoz kapcsolódó emlékhelyeket járja körbe és kötötte egy csokorba. Hát itt csak én egy épületre utalnék, például a Luther házra, az evangélikus bérházként épült annak idején, de az emléktáblákat, az eltűnt evangélikus emlékeket is számba veszi, amik elpusztultak például az idők folyamán. Hát köszönöm szépen, Saci, nekem egy szép nosztalgikus evangélikus emléket idézett meg az általad elmesélt történet, egyike, még pedig az, hogy az én nagymamám annak idején a mostani szintén evangélikus iskola, ugye ami sokáig négyes számú általános iskola volt, annak volt a diákja, és bizony a tanyabokorból, jelesült cigánybokorból küldték őt ide Nyíregyházára tanulni, mert hogy eszes lány volt, itt volt hétközben, egy másik mamánál is hétvégén hazament a tanyavilágba. Hát köszönöm szépen, remélem, hogy sokak számára is élnek még azok, akik számára ez nem csak történelem, hanem a saját életük egy-egy darabját, egy-egy szép emlékét, akár mondjuk egy evangélikus esküvő temetés, vagy most nem feltétlenül a temetés, hanem inkább a szép ünnepekre gondoltam, tehát, hogy valóban nosztalgikus dolgokat is fel tud idézni ennek a kötetnek a lapozgatása. Köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk, és jó munkát kívánunk a Sóstói Múzeum falu valamennyi dolgozójának így ősztályán, amikor már azért egy picit
el csendesedtek. Hát még lesz majd egy nagy programunk, de azt gondolom, hogy erről majd biztosan lesz lehetőségünk majd később beszélni. Várunk titeket szeretettel. És köszönöm szépen a meghívást. Mi pedig folytatjuk múzeummal, mégpedig múzeumpedagógiával, úgyhogy elsősorban a szülők és a gyerekek figyelmére számítunk. Azzal kezdtük a műsorunk elejét, hogy a jövő héten őszi szünet lesz, és hogy milyen jó a diákok, mennyire örülnek, végre nem kell tanulni. Persze azért, hát ugye mindannyian tudjuk, hogy ez nem igaz, mindig kell tanulni egy picit, hiszen ez az egy hét vagy 10 nap nagyon gyorsan elrepül, de azért reméljük, hogy lesz lehetősége a diákoknak, szülőknek, kisebbeknek, nagyobbaknak arra, hogy olyan programokba is bekapcsolódjanak, amire a rohanó mindennapokban nincs lehetőség. Ilyen például a múzeum, őszi fesztivál, vagy mi is pontosan a címe? Nagyon ez. Múzeumok őszi fesztiválja, ugye? Ez az a bizonyos cím, amivel most megpróbáljátok becsalogatni a látogatókat a múzeumba. A cím maga, kicsit helyesbítenék, éjszakai bekukkantó, mi kitárjuk a kapuinkat, és a múzeumok őszi fesztiváljához kapcsolódtunk. Ez egy országos programsorozat, ami szeptember 25-től november 12-ig tart, és nekünk is ez már, ha jól emlékszem, a harmadik vagy negyedik programunk, ami ennek a programsorozatnak a keretén belül zajlik majd. Szóval éjszaka is nyitva lesz a múzeum. Igen. Hát erről ilyen mindenféle vicces krimik jutnak eszembe, amikor ugye bizonyos elemek legfőbb vágya az, hogy bejussanak egy múzeumba éjszaka, amikor nincs ott senki, csak ők, és bizonyos műtárgyakat magukévá tegyenek. Hát azért mondjuk el a nézőknek, hogy ez most nem az a lehetőség, amikor le lehet akasztani a falról egy híres festményt, és azzal kisétálni, viszont sok dolgot lehet éjszaka csinálni a múzeumban, mi mindent. Mindenféle művészeti irányzat megtalálható lesz ezen a programon. A képzőművészettől, a zenén, az irodalmon keresztül bepillantást nyerhetünk a múzeum, hát nem mindennapjaiba, hanem éjszakáiba. Lehetőség nyílik arra, hogy akár családok, akár felnőttek ellátogassanak erre a programra. Ami a mi kérésünk, hogy egy zseblámpát hozzanak magukkal. Nem mondod, hogy nem lesz világítás, vagy lesznek olyan területek, ahol nem lesz? Lesznek olyan területek, ahol szükség lesz rá, hiszen a társintézményünkkel együtt, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltárral együtt szervezzük ezt a programot, és át fogunk barangolni titkos utakon a levéltárba, ahol egy kis ismeretre tehetnek a szert az érdeklődők. Azért nem mondtál végülis, vagy nem hambába halt dolog az, hogy családok, mert azért ilyenkor a szünetben lehet az, hogy egy kicsit tovább alszanak, vagy nem tudom, akár 10-ig, vagy délig is, tehát kipihenhetik a múzeum okozta fáradalmakat. Gondolom, hogy egyrészt ezek a kuriózumok, különlegességek arról szólnak, hogy tényleg becsábítsanak embereket, olyanokat is, akik addig soha nem jártak múzeumba. Van valamilyen kis kutatásotok, hogy egy-egy ilyen különleges alkalommal tényleg jönnek-e újabb arcok, újabb vendégek? Iparkodunk ezt is felmérni, amennyire lehetőségünk adódik rá, vannak különféle kérdőíveink. Az őszi fesztivál igényli is azt, hogy kérdőívekkel bombázzuk a látogatóinkat, és úgy látjuk, hogy vannak új arcok és új látogatóink. Na, akkor pontosan mikor nyílik ez a bizonyos éjszakai tárlat, amire be lehet kukkantani? Október 30-án, tehát hétfőn este kezdődik, 6 órától, és 10 óráig tervezzük a programot. Képzőművészeti kiállításra nyitunk, és puskáznom kell sajnos. 18 órakor kezdődik a kiállítás megnyitó. Zsombori Erzsébet Zsimbinek a kiállítása, illetve az ő lányának, Mayer Hellának a képeiből nyílik egy tárlat, amihez a Vörös Postakocsi műhely tagjai írnak különféle irodalmi szösszeneteket, és 3 zenész, művész kreál, improvizál zenei aláfestést.
Tehát ez egy ilyen nagyon jó kis performance, de maga az irodalmi kis összeneteket, azokat már megírják, ugye? Nem adhok fognak elkészülni. Nem, mindenki kiválasztotta magának szimpatikus képet, festményt, és akkor ahhoz folyamatban vannak az írások. Uh-huh. Tehát mi számunkra is meglepetés lesz, ami ott kikavarodik belőle. Na hát akkor ez egy ilyen összművészeti élvezkedés, ha lehet ezt mondani. Most lehet, hogy butaságot mondok, de rögtön olyan kedvem lett, hogy én ott leüljek és teázzak, vagy kávézzak, miközben gondoltunk ez a dolog történik. Is. Van erre lehetőség? Igen, gondoltunk erre is. Kis teázgatós sarkot fogunk berendezni, illetve szendvicsekkel várjuk majd a látogatókat, hogy ha valaki ne talántán megéhezne ez alatt a pár óra alatt, akkor ne kelljen elmennie, elhagynia bennünket, hanem végig tudja élvezni a programot, és nem csak szendvicsekkel, és nem csak teával, hanem bor kóstolóval is várjuk. Jó, kicsit azért hedonista, mert este enni ugye annyira nem egészséges, de hát éjszaka a múzeumban lenni, és abban is van egy kis pajkosság, úgyhogy akkor már szerintem a szendvics is belefér a sztoriba. Szeretnénk, ha ilyen kötetlen, lazulós lenne ez a múzeumi este, hogy más szemszögből is lássanak bennünket az érdeklődők. És ez azt jelenti, hogy valamennyi most meglátogatható kiállítás ott este is nyitva lesz? Igen, és az időszaki kiállításainkat is be fogjuk mutatni, a jelenleg még álló időszaki kiállításainkat is, a fejedelmeink mesés kincseit, a csókony megédest és a restaurátorok mestermunkáit. És mondjuk te, mint múzeumpedagógus ilyenkor is rendelkezésre állsz, hogyha igen, esetleg van valami kérés, kívánság, vagy több gyerek összetoborzódik, akkor akár improvizatív módon is dolgoznia kell a múzeumpedagógusnak? Megpróbálunk nem improvizálni, előre tervezünk, ha lehetséges, de igen, ott leszünk, mint három kolléganőmmel, és a látogatók rendelkezésére állunk. Na, hát akkor kívánjuk, hogy nagyon érdekes, izgalmas és megfelelő töltöttségű zseblámpák legyenek, de nagyon vigyázzatok, nehogy valaki benn maradjon, aztán 10 után tényleg leakasszon egy képet. Erre gondolom, hogy azért a biztonságtechnikai szakemberek. Azért nálunk is vannak kamerák és biztonsági őrök. Nos, hát akkor köszönjük szépen, nagyon kellemes hétvégét a múzeum valamennyi dolgozójának, és a kedves nézőknek is. Én azt kívánom, hogy akik diákok, azok pihenjenek, a szülők is egy picit talán lazábban, megengedőbben, és ezeken a programokon pedig remélem, hogy nagyon sokan lesznek. Mi várjuk Önöket ugyanitt, ugyanekkor a jövő héten is péntek este. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!